Tisza Dadán 30 puszta szilfacsemetét ültettek tavaly szeptemberben a település fásítási program keretében. Ez a viszonylag igénytelen növény 10-12 méter magasra nő és nagy árnyékot ad. A megfelelő mennyiségű földréteg után az alapos öntözés következett, végül egy réteg talajtakaró fenyő mulcs is került a fa köré. Ezzel is segítették a fa gyors és egészséges növekedését. Nagy Cserkeszen pedig 25 tő kislevelű hárs csemetét ültettek el ugyanezen program keretében. Itt azért döntött emellett az önkormányzat, mert a 40 méter magasra növő fa akár 400 évig is egészségesen élhet, ezzel hosszú távon biztosítva az itt lakóknak a kellemes környezetet. A megyében több mint 20 település pályázott és nyert támogatást a közel 500 millió forintos keretből arra, hogy újabb fákat ültessenek. Az ország fásítási program részeként életre hívott település fásítási program sikeresnek bizonyult, ezért Nagy István közösségi oldalán jelentette be ennek folytatását. Ennek első ütemében 12 ezer darab sorfát ültettünk el 475 településen. A nagy sikerre való tekintettel örömmel jelenthetem be, hogy a programot folytatjuk és annak keretösszegét megduplázzuk, ami így eléri az 1 milliárd forintot. Az idén induló második ütemben kétszer annyi, összesen 24 ezer sorfát igényelhetnek a 10 ezer fő alatti települések. Ezzel hazánk legnagyobb belterületi fásítási programja valósulhat meg. Ne feledjük, az erdők telepítésével egy egészségesebb és jobb világot teremthetünk saját magunk és az utánunk következő generációk számára is, hisz felelősséggel tartozunk értük. Településenként legalább 10, de legfeljebb 30 darab fa kérhető. Az igénylések 2021. júniusában indulnak majd, az ültetések pedig 2021. őszén és 2022. tavaszán valósulnak meg. Az érdeklődők ismét 19 fafajból választhatnak.